Ez itt a Nagy Usánka sorozat második évad harmadik rész. Otthon jól befoglaltunk minden repjegyet és szállást az Aldi utazással, és bebiztosítottuk magunkat a biztosítás.hu-val, megpakoltunk persze esernyőt. Aztán megérkeztünk San Franciscóba, lefeküdtünk, majd második nap megnéztük a várost, és lezúztuk a drónunkat. És most nézzük meg azt a börtönszigetet! Na szóval, ez itt a harmadik napunk. És egész jól túléltük a tegnapit, viszonylag sikerült eleget is aludnunk, én most már olyan 5 óránál tartok, Robi meg 6-nál. Szemét mázlista. És ma egy csomó izgalmas kaland vár ránk. Elmegyünk, megnézzük a japán negyedet, mert hogy kínai negyed mellett van itt egy japán is, ami kisebb, mint a kínai, de hát japán is kisebb, mint Kína. Mi lesz a különbség? Hát, hogy japánok laknak benne, nem kínaiak. Aztán utána átmegyünk Alcatraz szigetére, és megnézzük minden idők egyik legtitokzatosabb és legizgalmasabb börtönét. Aztán megnézzük a Golden Gate hidat, meglátogatjuk azt a helyet, ahol elkészült a Windows XP-nek a legendás háttérképe. Hát, nagyjából így elsőre ennyi. Reggelizünk egy jót. Ez de jó volt! Na most jussunk el néhány japán negyedes vágóképen keresztül, az öbölig. Szóval elvileg megérkeztünk, és gyakorlatilag viszont egyáltalán semmi japános nincs ebben a negyedben, ha csak azt az épületet nem tekintjük egy kicsit japánosnak. Ez a bácsi, ez mi volt? Japán volt? Hátulról lehetne akár japán is, igen. De a magasság alapján nem. Ez viszont borzasztó rasszista volt, amit mondtál. Miért? Mert ezzel azt állítottad, hogy a japánoknak van egy magasságuk. Hát ez egy elég szomorú te. Mindenféleképpen gyertek el. Mert szóval igen, hogyha el kell dönteni, hogy japán vagy kínai negyed, akkor mindenféleképpen a kínai ajánljuk egyelőre, de nem adjuk fel, mert itt jobbra úgy tudom, hogy lesz egy park, ami ilyen nagyon-nagyon japános. Van ez az ének, tudod, hogy japán és kínai, elmentek fingani, japánnak sikerült, kínai elterült. Nem, nincs ilyen dal. Tudod, hogy honnan tudod, hogy a japán negyedben vagyunk? Hát a bonszájokról! De nem bonszáj, ez egy tök normális fa. De kisebb, mint az. Robi, megvan a szegény ember japánja. Gyere! Ah, tévétorony! De mennyire pagodaszerű. És az is tök japános, ilyen szokott lenni, udon ki van írva, az is japán fejlet, és így szokott kinézni minden a modern japánról szóló filmekben. Nálunk így gyűrűbaráton az erdőn vannak ilyen vadásztesek. Na, menjünk oda, ott van Japán, tessék, meghoztalak téged, köszönd meg. És bár nem vagyok botanikus, meg japán szakértő sem, de szerintem ez itt a cseresznyevirág. Hogy San Franciscónak van egy szomorú része, mint a japán negyed, de egyelőre ő magasan viszi a prímet. És az a helyzet, hogy rendeltünk egy Uber. Mert itt még működik az Uber, úgyhogy az otthoni appal simán tudtunk hívni magunknak egy autót, és mindjárt fel fog minket venni. Rafid! Egy Hyundai Sonatával. Vagy Hyundai. Like Sunday. Na, és fizettünk összesen 10 dollárt. Ami nem olyan nagyon kevés, de a tömegközlekedés is benne lett volna 6 dollárba, és azzal 40 perc lett volna, ezzel meg mennyi volt, ahogy hajtott őrült barátunk? 6 perc. 6 perc. Figyelj, oda kell mennünk, mert nem ide jöttünk igazából, hanem oda jöttünk, csak vagy ide jött. Ne! Ne nézz oda! Várjál, oda nézhetsz igazából. Mit kell nézni? Mert igazából ezt. De valószínűleg lentről jobban néz ki, mint innen fentről. De hogy én nekem ez az út az egyáltalán nem volt meg korábban, tehát én nem... Hú, de marha. De akkor tudod, hogy miről beszélek? Csak azért, mert már lekorábban vagy korábban. Na, menjünk nekem. Le, és onnan lesz nagyon jó. De hát ez igazából egy olyan út, ami tele van ilyen S-kanyarokkal, és mindenki, aki eljön San Franciscóba autóval, az megpróbál itt lejönni, lecsalinkázni. Semmi értelme. Menjünk le, és akkor mi is csalinkázunk végig. Mennyire hülyének kell lenni ahhoz, hogy itt tényleg lemenj egy autóval, és ne csak lentről néz és röhög rajtuk. Mondjuk én 9 éve lementem. Ezért olyan lettem, mint egy teljesen hülye. Olyan lettem, mint a leghülyebb turisták, szóval jövök le ezen az úton, csak én gyalog. Ők meg legalább autóval. De végig jöttünk, megcsináltuk, nem tudom, hogy miért, de megcsináltuk. Just go ahead now.
Ebből kisporoltak a pisztáciát, ugye? De figyelj, nem kéne most egészen komolyan vennünk egy ilyen szendvicset? Ez nem fér belém. Itt hát kellett volna kajálnunk. Több igen. Óra, mire ebédelni fogunk. Addig is. Ha veszek és most megesszük a felét, aztán a másik felét. De nem, most ettem reggeli. Crab. Lobster. 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 Ami borzasztó sok, de annyira jól néz ki ez a szendvics, mint amennyire soha semmilyen szendvics nem nézett még ki sehol. És nem is vagyunk éhesek, csak azt tudom, hogy megyünk az Alcatraz szigetére, és körülbelül 5-6 óra múlva jutunk el az étterembe, és hogy élni kéne ezzel a lehetőséggel, nem Rovi? De meg fogunk halni éhen, és nézd már, hogy mennyire gyönyörű. Jött egy bácsi, most egy kicsit elment az étvágya. Figyelj, menjünk el a fókákhoz, és provokáljuk őket azzal, hogy ilyesmit eszünk előttük. Jó. Oké? Okay? Jó terv? Oké, milyen messze vannak a fókák? Olyan 50 perc séta. Addig meg is éhezünk legalább. Hello, Sirály! Szóval San Franciscóban nem csak kiváló klíma van, nem csak nagyon hangulatos utcák, nem csak csodálatos épületek, nem csak jópofa emberek, de vannak fókák is! Erre vágytál? Erre. De ez miért volt annyira fontos neked, ez a fóka történet? Mert a család a legfontosabb a világon. Tök jó, hogy olyan állat, ami nálunk csak az állatkertben van, különleges számomra, hogy az itt természetes élőhelyén megfigyelhető, urbanizált környezetben. Szép volt, ez jó. Összefoglaltad, értem. És mennyire más itt levadászni egy ilyen állatot, mint elmenni egy állatkertbe, és ott egy ilyen házi állatfókát agyonlőni, nem? Mert igen. Házi állatokat agyonlőni, az nagyon fura. Az gáz, igen. De itt ez igen. Itt ez a tök oké. Így a 39-es tégnél agyonlőni egy gépfegyverrel. Mi jó? Figyelsz? Tessék. Na, miért vagyunk szerencsés helyzetben? Mert a prepaid sorban többen vannak, mint ha most vennénk meg a jegyet. Igen, ez igaz, csak azt ne felejtsd el, hogy a prepaid sorban itt valóban többen állunk, mint ott, viszont ott 5 nappal későbbre lehet csak jegyet venni már. Úgyhogy azért érdemes megvenni előre az Alcatrazba a jegyet, mert a büdös életben nem jut be az ember máskülönben. De, még egy módon. Úszva? Nem szoktak úszva se kijutni, se be. Ez az Alcatraznak a lényege. Nézzek, de arra gyorsak, már ott van a mögöttünk. Hello, igen. Hello. Szóval... Igen, ilyen jó kis utastársaink lesznek. És amennyire rettenetesen hideg meg szeles volt az idő, miközben jöttünk a szigetre, ahhoz képest itt egészen nyugis időjárási körülmények vannak, viszont a hajón az megértettük, hogy miért volt olyan nagyon-nagyon nehéz elszökni Alcatrazról, hiszen olyan örvénylő és olyan hideg az óceán itt körülöttünk, hogy aki megpróbálkozott vele, azok kivétel nélkül, vagyis majdnem mind kivétel nélkül meghaltak. Viszont itt a szigeten egész kellemes, és majd elmondom azt, hogy miért is nem volt olyan pokoli a rossz dolog itt rabnak lenni. Nézd, ingyen van. Nem. Szóval azt gondolom, hogy miután kifizettünk fejenként ilyen 10.000 forintot a jegyre, ez ingyen van. Alcatraz szigete összesen 9 hektáros, szóval nem különösebben nagy, és nem is különösebben alkalmas mezőgazdasági munkákra, mert hogy alig van normális talaj, emiatt aztán növényzetből is nagyon-nagyon kevés van, néhány madárka repked erre, de emlősből például csak az őzegér található meg a szigeten, és azt is az emberek cipelték ide, szóval eredetileg itt egyetlen darab emlős sem volt, és még a banáncsiga az, ami nagyon-nagyon híres itt Alcatraz szigetén, egy ilyen 15-20 centis gusztustalan sárga jószág, amit viszont az itt lakók, meg a környéken lakók előszeretettel szoktak fogyasztani. Sőt, szokott lenni ilyen banáncsiga fesztivál is, amikor megeszik ezeket a szerencsétleneket nagyon-nagyon sokan. És valószínűleg mostában lehetett a banáncsiga fesztivál, mert most egyetlen egyet sem látok ebből a szegény állatból. Csiguszkák!
és a sziget már jóval a fehér ember érkezés előtt is lakott volt, vagyis hát nem lakott, de a környékbeli indiánok átjártak ide pecázgatni, mert itt nagyon-nagyon jó volt a fogás, sőt, a korukat megelőzve börtönnek használták a szigetet, vagyis hát ide száműzték azokat, akik rosszak voltak. És nem az van, hogy most, hogy itt vagy, hogy szeretné valamit beleszúrni a szívedbe és két fáklyát az ég felé mutatni? Már amennyiben San Franciscót meg tudom menteni, akkor jöhet az antropinjekció, amúgy nem. Az indiánok után megjöttek a spanyolok, akik elfoglalták az egész térséget, aztán az önállósodó Mexikóé lett az Alcatraz, majd az Egyesült Államoké egész Kaliforniával együtt. És az amerikaiak kezdtek el először azon gondolkozni, hogy ezt a szigetet az Isten is támaszpontnak teremtette, hiszen nagyon-nagyon jól lehet vele védeni az öblöt. Úgyhogy elkezdték itt létrehozni az erődöt, a munka azonban nagyon nehezen ment, mert minden amerikai és fehér ember, aki ide érkezett, az aranylázban szenvedett és aranyat akart ásni, úgyhogy elsősorban kínai vendégmunkásokkal kellett itt felhúzni azt az erődöt, amit aztán fel is húztak. Prince knew before you, that's what I said now. Princess, princess who adore you, just go ahead now. De mit csinálsz? Megeszem a homáros szendvicset, miért? Mire gondoltál? De most ha nem vagyok itt, akkor nem szólsz, hogy mi? De hát te azt mondtad, hogy nem kérsz belőle. Világos, se emlékszem. A nézők is hallhatták. Azt mondtad, hogy te nem kérsz belőle. Meg lehet, hogy nem is kívánod az ilyesmit. Milyen szendvics ez? Mit mondtál? Homáros, miért? Nagyon finom egyébként, őrült jó. Kár, hogy nem kértél belőle, mert most biztos jó lesz neked is. Uh-huh. Most azt akarod, hogy könyörögjek, hogy adj egy kicsit belőle? Nem, én nem akarok téged kellemetlen helyzetbe hozni. Tudom, hogy te kitartasz a saját elveid is. Jó, oké, rendben van. Jó, oké. Tessék. Köszönöm, kicsit. Figyelj, tényleg kifizetem, amennyit eszek belőle, jó? Ha jó, kóstold meg rendesen. Meg kell kóstold. Bocs, ebbe... ami nettó 14 centi magas, hogy a báratos fenébe haraptál be? Na? Na? Nagyon jó. Zseriális, ugye? És csak 5000 forint volt! Polgárháború idején itt szállásolták el azokat a hadifoglyokat, akik dériek voltak, és amikor itt elszállásolták őket, akkor rájöttek arra, hogy ez tulajdonképpen egy remek helyszín a büntetés végrehajtása, szóval onnantól kezdve hadifoglyokat őrizgettek itt. Egészen addig, ameddig rá nem jöttek arra, hogy hadifoglyokat őrizgetni itt, az borzasztóan drága dolog, és ameddig a gazdasági világválság az olyan bűnözői hullámot nem indított el, hogy igény nyílt egy igazi, szupererős, szuperbiztonságos börtönre, úgyhogy akkor megnyitotta az Alcatraz a kapuit a civil lakosság előtt is. Egyébként érdekes, hogy amikor elkezdték tervezgetni ezt a börtönt, akkor sokáig még versenyben volt Alaszka is, de végül arra jutottak a döntéshozók, hogy sokkal jobb lesz ezt a katonai börtönt itt átalakítani, és ide fogadni Al Capone-t meg a többieket. És onnantól kezdve fogadta a börtön Al Capone-t meg a többieket egészen a 60-as évekig, és most megnézzük a barakkokat. És miután eleve úgy tervezték, hogy Amerika legveszedelmesebb bűnözőit fogják majd itt fogva tartani, nyilván általános elvárás volt a helyek kapcsolatban a biztonság, az, hogy a raboknak még csak eszükbe se jusson szökni, és nem is jutott olyan soknak eszébe, összesen 36-an próbálkoztak meg a szökéssel, de valószínűleg egyik sem lett végül szabad. Igen, 26-ot közülük elfogtak szökés közben, 5-öt agyonlőttek, 2 belefulladt a tengerbe, és vannak még 5-en, akik nem kerültek elő, de valószínűleg ők is inkább megfulladtak, mint nem. És Al Capone is itt raboskodott hosszú-hosszú éveken keresztül, és ha emlékeztek, akkor tavaly a Philadelphia-i epizódban megnéztük, hogy mi volt az első börtön, ahová hosszabb időre be kellett rendezkednie, és az egy meglehetősen luxus börtön volt, hiszen a fogvatartói azok minden földi jóval ellátták, és ilyen kiskirályként tudott oda ment élni. Na, Alcatrazban már nem ez volt a helyzet, nyomorúságos körülmények között tartották fogva, ráadásul mivel nem vett részt egy lázadásban, a többi rab az ki is közösítette maga közül, az egyik az hátba is szúrta, mert volt egy kisebb vitájuk, és ilyen emberi roncsként engedték el 8 év után, szifilisszel meg mindenféle problémával terhelve, nem is sokkal a szabadulása után meg is halt Capone. Még egy cellába be lehet jönni, kár, hogy tök sötét az egész. Viszont mennyivel nagyobb, mint ami a másik oldalon. Szóval itt még táncolni, meg eresni is el lehet. Ez itt mögöttem amúgy a D-blokk, ahol azért sokkal nagyobbak a cellák, mint a szomszédos oldalon, mert akiket ide hoztak, azokat sosem engedték ki innen. Hát nem életük végéig, de ameddig büntiben voltak, mert valami rosszaságot csináltak, addig egész nap, a nap 24 órájában bent kellett raboskodniuk. Ez nyilvánvalóan több térre volt szükségük, mint azoknak, akiknek csak aludni kellett bejárni, és napközben egyébként mindenfele tudtak császkálni. És ott hátul látható az a 6 darab cella, amiben a külön
különösen rosszaknak kellett raboskodniuk, a sötét cellává is tudták alakítani, és akkor néhány napig teljes sötétségben kellett ott gubasztaniuk, de sosem tovább, mint 19 napig. Ezekben a magánzárkákban viszont volt, hogy több évig is kellett raboskodni annak, aki valami rosszaságot csinált, vagy a börtönön kívül, vagy ide bent a börtönben. Ha nem engednek ki, akkor bejössz, vagy segíts. De az a baj, ha itt maradok egy csomó emberre, akit nem is ismerek. You guys wanna step inside? Anybody wanna try it? Solitary confinement. Ezt te ismer, akkor legalább ketten vagyunk a tök ismeretlen csávók ellen. Alakul a buli, mármint hogy kezd sokkal jobb lenni ez a magánzárka, mint ami ennek eredetileg tűnt, nem? Most tényleg be leszünk zárva. Egy csomó. Mert hogy mi házas emberek vagyunk, úgyhogy ez minket nem érdekel, de azért ez okot ad, vagy lehetőséget ad bizonyos embereknek arra, hogy visszaérnek a helyzetet. There was a toilet in the back, a sink, a bed frame, a mattress that they would give them at night, and they take back the mattress in the morning because they didn't want them sleeping during the daytime. So I'm going to close the door on you for about 30 seconds. Hopefully you won't go crazy in 30 seconds. Na most 30 másodpercre kipróbáltad, hogy rossz ez vagy sem. Na, most lehet dobizni. Robi, te nyújtál hozzám. És kicsit sietős a dolgunk, mert 3 perc múlva indul vissza az a hajó, amit el akarunk érni, hiszen még át akarunk menni a Golden Gate-hez is, és meg akarjuk nektek mutatni, hogy mennyire fantasztikus az a híd, meg egy csomó mindent akarunk mutatni, de addig még hadd meséljek nektek, miközben a hajóhoz rohanunk arról, hogy mi történt itt, miután bezárták a börtön, szóval, hogy idejöttek az indiánok, és megszállták a szigetet, létrehoztak itt egy saját tanácsot, és az ősi időkre emlékezve maguknak követelték a szigetet. És aztán San Franciscóból ide csábítottak egy csomó indián diákot, és azt mondták, hogy ők tanuljanak inkább itt, mert lesz itt valamiféle iskola, meg mindenféle kulturális izé. De az a helyzet, hogy ezek a kezdeti nemes célok nem annyira valósultak meg, szóval a kormány már eleve ki akarta innen űzni őket, és ez csak azért nem történt meg, mert a San Franciscói közvélemény az nagyon-nagyon szimpatizált az indiánokkal. Viszont az itt élő indiánok, szóval a nagy részük a diákoknak, az nagyon gyorsan elszivárgott innen, amikor rájöttek arra, hogy itt csak füvezni lehet meg drogozni, és akik meg itt maradtak, azok meg elkezdtek randalírozni. Egyebek között például ellopták az elektromos műveknek a vezetékeit, és azt adták el, úgyhogy az elektromos művek annyira felhúzta magát, hogy leállította az áramszolgáltatást, aztán a vízművek leállította a vízszolgáltatást, aztán az itt maradt indiánok felgyújtották magukat, úgyhogy a végén már csak ilyen 4-5 renitens indián maradt, és őket az FBI viszonylag könnyen el tudta szállítani innen, de az itt létükről a mai napig árulkodnak azok a feliratok, amik a szigetre érkezvén fogadják a látogatót. Mennyire köztévésen fogalmaztam ezt meg. 2 percünk van, nagyon-nagyon ráérősen jössz, mi van veled ott, hallod? 2 perc, hogy mindig futni kell, pedig ez nem is repülőtér. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna egy borzasztó izgalmas 2 óra áll előttünk, ugyanis egy icipicit megcsúsztunk, és még 2 nagyon fontos tervet kéne teljesíteni, de nem biztos, hogy mind a kettőre lesz idő, pedig mind a kettőre kellene, hogy időnk legyen. Szóval egészen pontosan 2,5 óránk van a naplementék, viszont ebbe a 2,5 órába bele kell férni a Windows XP hátterének, és bele kell férni a Golden Gate hídnak is. Csak hogy a Windows XP háttere innen 1,5 órányira van, ahonnan körülbelül 1 óra visszaérni a Golden Gate hídhoz, ami azt jelenti, hogy ha bárhol csúszunk, vagy hogyha az XP háttérnél többet töltünk 2-3 percnél, keresnünk kell, hogy melyik az a háttér, akkor nem fogunk visszaérni a híthoz még sötétedés előtt, és hát este azt nem érdemes felvenni. Szóval egy nagyon-nagyon feszített tempóban, tök ismeretlen terepen, mindenféle speed limitek közepette kell végrehajtanunk egy majdnem lehetetlen küldetést, és szerintem meg fogjuk csinálni. Miért felállapodtad az időt? Valamelyik
domb lesz, csak az a baj, hogy ezek most már meg vannak művelve, ott van rajtuk a szőlőtőke, mert akkoriban, amikor készült ez a kép, volt valami szőlőfertőzés, ami kinyírt egy csomó szőlőtőkét, és azért volt olyan, azt hiszem ez az itt balra, aha, megjöttünk, hova lehet itt félreállni? All across the nation. Szóval a fotós Charles O'Rear errefele mászkált, épp a barátnőjéhez utazott 1996-ban, és akkor a National Geographic-nak fotózott még, és a készülő Napavelis könyvhöz keresett mindenféle helyszínt. És eső után voltunk éppen, de kitisztult az ég, úgyhogy nagyon szépen sütött a nap, és minden nagyon szépen zöld volt, amikor meglátta ezt a domboldalt maga mellett, úgyhogy kipattant az autóból, készített egy fotót, aztán ment utána csajozni. És évekkel később talált rá a Microsoft erre a fotóra, és egyből le is csapott rá, és nagyon-nagyon érezték, hogy a Windows XP háttérképének ennek kell lennie, úgyhogy megvásárolták tőle a képet, de nem csak a felhasználási jogot, hanem magát a fotót is. Saját bevallása szerint ez volt minden idők második legdrágább képe, amit valaki megvásárolt. Annyira drága volt, hogy nem volt olyan cég, amelyik vállalta volna a szállítását a képnek, mármint a negatív szállítását. Úgyhogy neki saját magának kellett oda cipelnie egy repülőgép segítségével a Microsofthoz, és itt vagyunk, ő az. Hol a hegycsúcs? Milyen hegycsúcs? Hát ott kéne egy hegycsúcsnak lenni. Hát ott van, az a kicsike. Such a strange vibration, people in motion. Hol találkozunk? Itt van. Mennyi csak? Hát az történt, hogy parkolóhely az nincs, úgyhogy Robit előre küldtem, ő megcsinálja a szép vágóképeket a hídról, meg a naplementéről, én meg legfeljebb elmondom itt nektek az autóban mindazt, amit tudni érdemes a Golden Gate-ről. Vagy gyorsan félreállok a tilosba, kiugrok az autóból, elmondom odafent, amit el kell mondani, aztán visszajövök, mielőtt megbüntetnek a rendőrök. Azt hiszem, hogy pontosan ezt fogjuk csinálni. Na szóval, a Golden Gate híd Amerika 5. legnépszerűbb építménye. Ennek megfelelően mindig fejzabálja a Godzilla a különböző filmekben, és 1933-tól 1937-ig épült, és amikor elkezdték építeni, akkor azt mondták, hogy nem lehet megcsinálni, de végül mégis megcsinálták. Mielőtt ugyanis felépült volna itt a híd, alapvetően csak hajóval lehetett átjutni az öböl egyik oldalára a másik oldalára, és ez egy 20-25 perces út volt, és amiért lehetetlennek tartották az építkezést, az a távolság és az időjárási körülmény volt, hiszen alapvetően egy 2 kilométeres hidat kellett építeni egy olyan árokba, ami néha 150 méter mély, miközben folyamatosak a viharos szelek, nagyon-nagyon erős az örvénylés a vízben, és mindig van köd is. Úristen, de jó illatok vannak itt, annyira természetközeli az egész, remélem, hogy a rendőrök most nem jönnek ide, mert tényleg nagyon-nagyon rossz helyen állok. Szóval nem tartották lehetségesnek a megépítését, vagy azzal számoltak, hogyha ez valaki meg is tudná építeni, az legalább 100 millió dollárba kerülne, amikor jelentkezett egy Strauss nevű fickó, aki a diplomamunkáját abból írta, hogy hogyan lehetne egy 400 km hosszú hidat építeni a Bering-szorosra, hogy ő ezt az egészet kihozná 17-ből. És ez annyira megtetszett a projekt felelőseinek, hogy neki is adták a munkát, annak ellenére, hogy nem nagyon tudta, hogy hogyan kell hidakat építeni, de körbevette magát egy rakás jó szakemberrel, és együtt elkezdtek dolgozni a Golden Gate-en. És ott van Charles Alton Ellis, akinek szintén érdemes lenne megjegyezni a nevét, de úgyis el fogjuk felejteni, és aki a világválság idején, amikor kirúgták, annak ellenére, hogy rengeteg hasznos ötlettel járult hozzá a híd készítéséhez, szóval akkor hónapokon keresztül teljesen ingyen dolgozott tovább, napi 14 órát a projekten, azért, hogy a Golden Gate ebben a formában elkészülhessen, fantasztikusan néz ki, az gyönyörű. És a mai napig ez a második leghosszabb amerikai függőhíd. És hogy még egy kis bónusz információval is szórakoztassalak titeket, szóval hídpénzt kell fizetni, viszont 1971-re meg is térült a beruházás, szóval röpke ilyen 35 év alatt, úgyhogy ez egy jó befektetés volt, bár 35 éves befektetés az nem tűnik egy olyan gyors megtérülésnek, ahhoz képest, hogy az építőiparban mi a szokásos ilyen óriás hidak tervezésénél, az elég jónak számít, és gyönyörű itt, gyönyörű. San Francisco, you're gonna make.
Na, és hát a San Franciscói blokk az nagyjából ennyi. Őrült jól éreztük magunkat ebben a városban, és annak ellenére, hogy én már voltam itt, gyakorlatilag minden percben rácsodálkoztam arra, hogy mennyire fasza ez a hely. Mennyire jó az időjárás, mennyire aranyosak az emberek, mennyire szépek az épületek, mennyi jópofa szórakozási lehetőség van, és ez a környék is, ahogy most elrohantunk ugye a Windows XP háttérképéhez, szóval az is egészen lélegzetelállító, úgyhogy azt gondolom, hogyha Amerikában valahova el akartok jönni, az én szerint tapasztalataim alapján New York mellett San Francisco eddig az a város, amit nem lehet kihagyni. Nekünk ez a blokk itt most véget ért, mert holnap elhagyjuk San Franciscót, és elindulunk délfelé, és jövünk vissza egy ilyen kütyűsebb adással, amikor is megnézzük az Apple-nek a főhadiszállását, meg a Google-nek a főhadiszállását, és aztán elindulunk még tovább délre Monterreybe. Nehéz szívvel fogjuk itt hagyni San Franciscót. De holnap találkozunk. Sziasztok! Summertime.